A lelkek kódja sosem téves. Mindenki a számára legtökéletesebb testben születik, a legmegfelelőbb időben, a legmegfelelőbb helyre. A test nem egy jelmezni fogva tart, hanem egy ajándék. Egy ajándék, ami segít, hogy csodákat élhess meg, hogy tanulhass és alkothass. Nem számít, milyen testbe születtél, csak az, hogy hogyan érzed magad benne. Szeresd hát az ajándékodat, légy rá büszke, hisz megismételhetetlen és különleges minden egyes lélek. Író, motivációs előadó, jószolgálati nagykövet, blogger és nem utolsó sorban feleség. Ez csak néhány szerep azok közül, amelyekben Hozleiter Fanni, közismertebb nevén Mosolyka, nap mint nap helytáll. Mindezt pedig még kerekesszékből teszi. Egy ideje az orvosi jóslatok, diagnózisok helyett sokkal inkább a pillanatnak él, és álmodozás helyett élményeket gyűjt. Pozitívan tekint jövőjére, az orvosi diagnózis konkrét neve pedig mint kifejezés sem létezik többé számára. Sokat tesz azért, hogy messzire hajítsa a kerekesszéket, és közben még arra is marad energiája, hogy emberek tízezreit motiválja töretlen kitartásával és küzdeni akarásával. A lehetetlen számára ismeretlen. Céljai megvalósításáért elképesztően sokat tesz, és másokat is erre inspirál. Első könyve bestseller lett. Több ezrekből csalogatta elő a bennük rejlő erőt. Volt olyan kérdés bennem, hogy miért pont én, és miért így, és ilyenek. Kerestem sokáig a választ, aztán rájöttem, hogy ez egy lecke, ez az élettel egy feladat, amit meg kell oldanom, hogy így is boldoguljak. Én hiszek az előző életekben is, és abban a sorszerűségben is, hogy mindennek megvan az oka. Ezt nem mindig könnyű elfogadni, és az adott pillanatban, amikor mondjuk mélyponton vagyok, és valami nagyon nehéz, akkor nehéz ezt így derűsen látni, viszont akkor is tudom, hogy tovább fogok lépni, és el fog múlni, és jönnek folyamatosan a sikerélmények. Abban is hiszek, hogy ez nekem egy fő lecke, szóval, hogy én nem gondolom, hogy azért jöttem ide, hogy valami fantasztikus dolgot tanítsak a világnak, mert hogy szerintem ahhoz még sok mindent kell nekem is megtanulnom. Elsősorban én tanulok, és folyamatosan tanulok, és hogyha ezáltal tudok bármit is adni az embereknek, az nagyon-nagyon jó. Fanni, ahogy mindenre, az akadályokra is próbál a lehető legpozitívabban tekinteni. A kerekes székkel sem volt ez másképp. 7 éves koromban akkor bekerültem a székbe, és hát egy ideig ilyen játékként kezeltem ezt, vagy egy idő után nehéz volt már sétálnom, és amikor bekerültem a székbe, akkor az egy ilyen könnyedség volt, hogy el tudok jutni ide-oda gurulva, és ez könnyűség. Aztán 14 éves, 15 éves koromban jöttem rá, hogy valójában akkor mit vesztettem el, és akkor egy kicsit el is szomorított, meg be is lázadtam minden ellen. Hát 15 évesen találtam meg konkrétan akkor azt a diagnózist, amikor azt mondták, hogy 18 évet fogok megélni, azt jósolták. Aztán most töltöttem pár nappal ezelőtt a 29-et, és pont azt mondom, hogy én nem is akarom már magam korlátozni, mert szerintem az egy butaság, hogyha elhisszük azt, amit a másik mond, az a valóság, amit mi megteremtünk magunknak. A céltudatos lány Budapesten nőtt fel, és ott is járt iskolába. Máig szívesen gondol vissza diákéveire. Ha akadtak is nehézségei, társai és tanárai mindent megtettek azért, hogy Fanni semmiből ne maradjon ki. Nekem az iskolai éveim azok fantasztikusak voltak, én nagyon-nagyon boldog gyerek voltam. És ez azért volt így, mert egy fantasztikus környezetben nőttem fel. Körülöttem futkározó gyerekek voltak mindig is, teljesen úgymond normál iskolába jártam, és imádtam, ahogy együtt voltunk egy csapat. Szóval, hogy én sosem az a különc voltam, aki mondjuk nehezebben sétál, vagy kerekesszékkel közlekedik, hanem a Fanni, a szeplős, a mosolygós lány, aki része az osztálynak, és engem ez nagyon inspirált, és az, hogy mindenben benne voltam. Ugyanúgy ugyanúgy el volt várva, hogy legyek 7-es, menjek ki a táblához, jelentsek. Szóval, hogy picit sem volt kivételezve velem, és ez fantasztikus, azt gondolom, hogy ma, aki vagyok, az többek között azért is vagyok, mert akkor így bele voltam dobva a mély vízbe, és mindig fel kellett magam találni, és ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kreatívvá
alakultam felnőtt koromra, mert mindig kitalálok valamit, hogy meg tudjam oldani. Az osztályfőnökünk a gimibe mindig úgy szervezte a osztálykirándulásokat, hogy én is tudjak menni, és akkor így tényleg totálisan részese voltam a szalagavatónak is, részese voltam a táncnak is. A csupaszív lány imádja a gyerekeket, akik nem csak az utcán mennek oda hozzá, hanem gyakran levelet is írnak neki. A gyerekek azok nagyon-nagyon cukik, és ők ilyen igazi kis őszinte szeretett gombócok. Ők nagyon lazán odajönnek, és akár megnyomkodják a lábamat, hogy ezt te érzed? És ezt imádom, aki ennyire ilyen nyitott, míg a felnőtt érzi magát rosszul, hogy jaj, de megnyugtatom, hogy nincs semmi baj, nyugodtan jöhet. Volt olyan tapasztalatom, amikor a szülő úgymond elfordította a gyerekét, hogy ne nézz oda, nem szabad. Azon volt, amikor felhúztam magam, de aztán rájöttem, hogy a felhúzással nem fogok semmit se elérni, hanem inkább ilyenkor elkezdtem a szülővel kommunikálni egy kicsit, és akkor megpuhítani, hogy ez nem egy olyan dolog, amit el kell dugni, mert pont azáltal, hogy eldugjuk, azáltal lesz a gyerek kíváncsi, vagy azáltal fogja felnőtt korában nehezen kezelni a helyzeteket. Fanni végtelenül hálás szüleinek, akik sajnos már nem lehetnek vele. Gondolataik és pozitív életszemléletük azonban egy életen át elkísérik őt. Igazából az én szüleim nagyon nagy útravalót adtak az élethez, és nagyon jó útravalót adtak az élethez. Az anyukám volt az, aki ez a nagyon optimista, nagyon pozitív, és menjünk előre, és csináljuk, és meg tudjuk csinálni. Ő az egyik olyan példaképem, akinek egyrészt nagyon hálás vagyok, meg az ő gondolatait szeretném továbbadni majd az én gyerekeimnek is. Az apukám, meg ő neki az a kicsi kislánya voltam mindig is, akit azért féltett, de én ezáltal a féltés által én mindig kiebb és kiebb akartam feszegetni a határaimat, és volt, hogy azt mondta, hogy oké, lemehetek a játszótérre, de nem mehetek át a túloldalra, de hát a túloldalon volt éppen az akkori nagy szerelmem, ezért átmentem. Persze lebuktam, akkor a következő időszakban azt mondta, hogy oké, a kerületben maradhatok. Én már tudja, hogy Budán voltam. Szóval én feszegettem a határaimat. Volt úgy, hogy azt mondta, hogy oké, Pesten akkor már szabadon mászkáltok, akkor már tudja, hogy Siófokon voltam. Szóval, hogy én így lépésről lépésre feszegettem a határokat, de ez jó volt, mert nekem is adott mindig egy ilyen impulzust, hogy meg tudom csinálni, és képes vagyok rá, és ez jó volt. Sokan gondolhatják, hogy a Mosolyka néven ismerté vált Fanni megállás nélkül mosolyog és mindig jókedvű. Ez az esetek többségében így is van, de mint mindenkinek, neki is akadnak nehéz napjai. Én sosem azt mondom, hogy mindig boldog vagyok és mindig mosolygok, mert ez egy nagyon nagy hazugság lenne, és szerintem az élet nem is lenne úgy mindig jó, ha mindig happy lennék, hiszen ezt szoktam mondani, hogy ha például most ugye ködös a Balaton, hogyha mindig ködös lenne, vagy mindig gyönyörűen szép, akkor nem látnám a kettő között a kontrasztot. Az élet ez a kontrasztokon, vagy a kontraszt adja meg szerintem neki a fűszert, és igen, vannak olyan napok, amikor tudok nagyon sírni, nagyon szomorú lenni, nagyon elegem van, nagyon elfáradok, nincs is kedvem felkelni az ágyból, de ilyenkor az a praktikám, meg praktikáim vannak, hogy engedem magam sírni, hogy kisírjam magamból, és azt szoktam mondani, hogy ilyenkor erősre sírom magamat, és akkor utána megyek tovább. Fanni egyik legnagyobb álma, hogy újra járhasson. Pozitív gondolatai mellett pedig fizikailag is keményen küzd azért, hogy megvalósítsa célját. A mozgás az nagyon fontos része az életemnek. Nem mindig csináltam, és nem mindig csinálom nagyon nagy lelkesedéssel, de persze vannak olyan időszakok, sőt többségében az az időszak jellemző, amikor nagyon lelkesen csinálom, mert imádom a fejlődést, azt, hogy előrébb jutok, és valamit meg tudok csinálni. Járok egy speciális helyre, ahol ilyen játszótérszerűen kell elképzelni, én legalábbis így tudom legjobban leírni. Ez egy speciális edzőterem, ahol felfüggesztenek gumikra, és így leveszik a testem súlyát, és így sokkal könnyebben mozgok, és olyan, mintha játszanék, mert tudok ugrálni, tudok sétálni, tudok akár fején állva lenni, vagy tudom én lebegni a föld fölött, és úgy tornáztat, hogy akkor ott még nem is érzem, de másnap olyan izomlázom van, hogy iha, és ezt nagyon szeretem.
Akkor járok úszni, itt van nem messze egy hotel, ahol melegvizes úszodájuk vagy medencéjük van a vendégeknek, de hetente abba támogatnak, hogy mehetek hozzájuk, és ott vízben tornázhatok, úszkálhatok, meg mozoghatok. Légzőgyakorlatokat csinálok, ezt nagyon fontosnak tartom, illetőleg figyelek arra, hogy legyen én időm meditálva. Nem mindig sikerül, hogy kellőképpen elég én időm legyen, de igyekszem, és ilyen kisebb terápiákat is csinálok még. Tudok fejlődni ahhoz képest, amit jósoltak, ahhoz képest folyamatosan rácáfolok arra, és én hiszek abban, hogy fogok még itt mondjuk kézen fogva sétálni a Sándorral és a gyerekeinkkel, és ezért teszek is. Az életvidám lány 2 éve költözött Siófokra férjével Sándorral. Fanni gyerekként sok időt töltött a Balatonparton, ami végül esküvője helyszíne is lett. Én alapvetően nagyon-nagyon nyitott vagyok, és senkire sem feltételezem, hogy rossz szándékkal jön, hanem pont az ellenkezőjét, hogy biztos van nagyon jó szándékkal jön az életembe, és hogy mindig aki úgymond belép az életembe, az okkal lép bele. A Sanyinál egy pár nap alatt tudtam igazából, hogy ő az, aki. És egy pillanatnyi kétségem nem volt e felől, hogy én őt szeretném, és hogy ő is engem. Balatonpart is tégen volt az esküvőnk, és hát imádtam minden pillanatát. Rajtam egy koralszínű ruha volt, Sanyin egy mustárszínű nadrág és egy fehér ing. Azt éreztük, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez rólunk szóljon, és tényleg rólunk szólt ez a pár óra, és csodás volt. Nincs az a pénz, amiből őszinte mosolyt lehet venni. Nincs az az otthon, mi társ nélkül valódi örömöt okozna. A lánynak megismerkedésük óta rendíthetetlen támasz a férje, akivel egy előadáson találkoztak először. Sanyi segített Fanninak feljutni a lépcsőn, amit nem várt fordulat követett. Érdekes szituációba kerültünk, hogy az én fejem az beesett az ő lába közé, miközben így megemelték a kerekesszéket, és ez nekem alapvetően egy olyan szituáció volt, amiben nagyon tetszett, hogy ő egyből ahhoz nyúlt, a humorhoz nyúlt, és megkérdezte, hogy tetszik-e a kilátás. És én meg megnyugtattam, hogy igen, nem rossz. Szóval, hogy kisarkítva ezt a helyzetet, ugye az a döntésem, vagy választásom volt, hogy azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan ciki és gáz sztori, hogy ez történt, vagy pedig megálltom benne a lehetőséget, és hagyom, hogy valami szuper dolog kisújjon belőle. És én hagytam, és így hívott a randizni. Nem láttam a kerekesszéket alatta mellette, hanem egyszerűen azt láttam és éreztem, hogy egy mosolygós lány, hölgy, nő, és ez magával ragadott. Amikor legelőször szemébe néztem, akkor azt éreztem, hogy csillaglány, hogy csillaglélek. Ez a két szó jött. Ez a két szó, ez a csillaglány, csillaglélek, nekem ez azt jelenti, hogy valamilyen olyan megtestesülés itt a földi létben, ami hozott egy tudatosságot, egy tanítást sok leckével, sok vacak és nehéz történettel az egész élet helyzetében, de mégis egy erőt adó és motiváló élet helyzetek sorozatával, amire szerintem érdemes odafigyelni. Azt érzem, hogy a Fanni élettörténete nagyon sok embernek adhat, előcsalogathatja az emberekből az erőt, a hitet, hogy basszus, hogy van az, hogy emberek már azon sírnak és bőgnek, hogy letört a körmük, és Fanni életsztoriával meg szerintem azt lehet észrevenni, hogy itt van ez a lány, megy előre, hisz dolgokban, elér célokat, és szerintem ez rendkívül motiváló. Igazából amikor mi találkoztunk, akkor nekem ez egy olyan érzés volt, mintha már tényleg nem először találkoztunk volna. Az, hogy 2 héttel rá mondjuk összeköltöztünk, volt, aki ezen fönnakadt vagy furcsánatta, de én teljesen biztos voltam benne, hogy én teljesen rábízhatom magamat, és bízok benne, és tudom, hogy a legjobb kezekben vagyok, és nagyon-nagyon az a kellemes szeretet érzést töltött el, hogy én szeretem őt. Mindent jelenti. Ő így kiegészíti azt, amitől az egész csodás, vagy még csodásabb. Ő a pont az íre.
az eljegyzésünk az egy szakadó esős napon volt a Margit szigeten, és nem eljegyzési gyűrűt kaptam, hanem egy eljegyzési fülbevalót, ami egy csillagos fülbevaló volt, mert ugye csillaglányként látott meg, és ez nekem annyira tetszett, hogy nem egy ilyen általános szokványos dolog, hanem hogy ebben is annyira kreatív volt, és csomó mindenben annyira kreatív, és annyira figyelmes, hogy klónozni kéne, bár akkor mindegyiken én akarnék lenni. A fiatal férj jól tudta, hogy Fanni mellett jelentősen megváltozik az élete. Őt azonban a kalandos mindennapok egyáltalán nem rémisztették meg. Minden szuper, minden happy és minden tök jó. Ez kamu. Mert szerintem olyan nincs a párok életében, hogy minden szuper és minden happy és minden tök jó. Vannak nehézségek olykor, de szerintem minket azt különböztet meg sok pártól, hogy ilyenkor mind a ketten egy pozitív hozzáállással igyekszünk változtatni a helyzeten. Nem nevetünk állandóan, Fanni se, azért mert ismertebb nevén mosolykának hívják, ő se napi 24 órában mosolyog, én sem mosolyogok 24 órában, viszont én azt gondolom, hogy ahogy a Fanni éli az életét, és ahogy én is elkezdtem élni az életemet, abban talán az a jellemző, hogy szeretünk a lelkesítők tengerén hajózni, és ha kitűzünk egy álmot, kitűzünk egy célt, vagy akár azt, hogy együtt maradunk, és együtt érünk el célokat, akkor fontos, hogy lelkesítsük egymást, és lelkesítsük saját magunkat is. A közös célokból pedig nincs hiány. A párnak rengeteg álma van a jövőre nézve, melyek egy része már most megvalósult. Én nagyon szeretném befejezni a filmet, amit elkezdtünk forgatni, és az életünkről szól. Aztán nagyon szeretnék továbbra is ott lakni, ahol lakunk. Ez egy fantasztikus tóparti kis lakás, és nagyon nagy álmunk volt az, hogy közel legyünk a természethez, közel legyünk a Balatonhoz. Gyerekprojekt. Ezen már dolgozunk egy ideje, és azt hiszem, hogy egyre közelebb vagyunk hozzá. Mindenki úgy csodálatos, ahogy van. A származásától, a külsejétől és korától függetlenül. Nem volna szabad, hogy bárki is másoknál többnek vagy kevesebbnek érezze magát. Fanninak szinte minden napja be van táblázva, de ő ezt egyáltalán nem bánja. December elején műsorvezetőként is bizonyított egy a fogyatékossággal élők világnapjára rendezett eseményen. Most jelenleg a Nemzeti Színházban vagyunk, és egy olvasópróba volt a gála estre. A műsorvezetéshez összepróbáltuk a műsorvezető társammal a szöveget. Számomra ez kedves ez a program, mert itt is olyan embereket ismerhetnek meg, akik talán fogyatékossággal élnek, vagy meg vannak bélyegezve, de számomra ők akár sokkal inkább művészek, mint mondjuk fogyatékos emberek. És én ezt támogatom, amikor inkább az a fajta pozitív dolog van kiemelve, ami egy olyan pluszot az az emberhez, amitől egyedivé lesz, és valamit tud adni a világnak. És nem csak be van téve egy skatujába, hogy ő ilyen vagy olyan. És ezért is támogatom ezt az alkalmat, és minden ilyet, amit csak tudok, hogy minden inkább természetessé váljon az, hogy lehet, külsőre mások vagyunk, de valójában szerintem mind ugyanolyanok vagyunk, ugyanúgy érző, dobogó szív van bennünk, lelkek vagyunk, és azért jöttünk a földre, hogy tanuljunk, és mindegyek vagyunk. Fanni számára nem idegen közönség előtt beszélni. Gyakran tart motivációs előadásokat fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Tavaly 21 iskolába látogatott el. Összesen 3200 diák hallhatta az előadásait. 10 évvel ezelőtt indított blogján, közösségi oldalain és könyveiben is szeretné eljuttatni az emberekhez gondolatait, melyekre rengeteg pozitív visszajelzés érkezik. Hamarosan pedig film is készül életéről. Én arra emlékszem gyerekkoromban, hogy egy íróasztalom volt, amit nagyon-nagyon szerettem, és tele volt papírral. De egy direkt gyűjtöttem egy anyukámnak az olyan papírait is, amivel neki nem kellett, meg ilyen számlatömbök, meg ilyen kis apróságokat. És azt arra emlékszem, ami nagyon bennem van a fejemben, hogy így tettem-vettem gyerekként, és ilyen nagyon fontosnak éreztem magam, hogy jaj, csöng a telefon, fel kell vennem, hú, ezt el kell küldenem, ezt meg kell csinálnom, és ezt én így játszottam.
Hát nagyon-nagyon elképzeltem, mert most ebben vagyok, hogy így csörög a telefonom, csináljam, ezt csináljam. 10 évvel ezelőtt konkrétan az volt az egyik célkitűzésem, hogy én szeretném, hogy mindenki tudja, ki az a Hozzáértő Fanni. Ez egy ilyen kis, téli kis fellendülés volt, hogy fú, de jó lenne. Persze ennek vannak előnyei és hátrányai is, de ma már azt érzem, hogy csak szeretném csinálni, amit szeretnék, és alkotni, és írni. Az, hogy filmkészít az életemből, az meg még egy ilyen új dolog, majd látni a moziba, amikor kész lesz. Na, az a pillanat szerintem, amikor igazán elhiszem. A könyvet azt a mai napig imádom elegetni, meg simogatni, mert nagyon közel áll hozzám. Olyan, mintha az egy gyermekem lenne, és nagyon jó érzés. Ez a könyv egy idő után nem is rólam szól, hanem inkább az olvasóról, mert mindenki talált benne valamit, ami neki szólt, vagy hasonlóság volt benne, de hát ugye emberek vagyunk, és tehát mindenkivel megtörténnek azok a hétköznapi dolgok is, amit velem is megtörténtek, szóval sokan tudtak vele azonosulni. Fannit támogató követői mellett szerető család és barátok veszik körül, akikre a bajban is mindig számíthat. A szűk családom, meg a barátaim, akik mondjuk körülvesznek most leginkább, és egyrészt az a jó, hogy ilyenkor hagyják, hogy mondjuk szomorú legyek, és ki tudjam sírni magam, és nem az van, hogy legyél erős, és minden rendben lesz, hanem sírhatok, és ez jó, hogy nem kell nekik mindig mosolyognom, és ez nekem egy nagyon jó érzés, mert nem tudok mindig mosolyogni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy én mindazt, amit csinálok, és amit most elértem, azt nem egyedül teszem, ez egy csapatmunka. Az is egy nagyon fontos dolog, és ki kell emelnem, hogy itt együtt csináljunk. Hát, hogy ők a háttérben vannak, és nem látszódnak minden nap, de nagyon-nagyon fontos része annak, hogy én mondjuk itt tudok lenni, ahhoz, hogy beülök a székbe, és fel vagyok öltözve, amögött egy nagyon nagy munka van, ami nem kicsi, és nem kevesebb, mint amit én csinálok. Szóval ezt én mindig szeretem kiemelni, hogy én nem egyedül vagyok ebben az egészben, hanem van, aki segít nekem a fürdésnél, az öltözésnél, van, aki segít beszállni a kocsiba, és én nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy velük együtt tudok tenni, amit tenni tudok, mert nélkülük azért lehet, hogy nem jutnék ki mondjuk még a lakásból sem. Mosolyka pozitív életszemléletét legfőképpen édesanyjának köszönheti, akinek számtalan jó tanácsa máig ott él Fanniban. Amikor már ő is kerekesszékbe került, mert egy betegsége volt, és deréktől lefelé ő nem érezte egy idő után a lábait, és ő is kerekesszékbe került, és pont egy bögrével kapcsolatos a történet, hogy megszoktam azt, hogyha szólok anyukámnak, akkor ugye tud nekem segíteni, és tud nekem mondjuk inni, hozni, és úgymond egyik napról a másikra történt ez a dolog, és még nem állt át az agyam. És szóltam neki, hogy nagyon szomjas vagyok, és kérek szépen inni, és akkor kicsit zavarba éreztem magam, hogy ezt így nem kellett volna, vagy hogy anyu nem tud felállni, és hozza nekem inni, és akkor hozzátettem gyorsan, hogy mindegy, hagyjuk. Mire ő rám nézett, hogy dehogy hagyjuk, hát megoldjuk, és akkor a kerekesszékével elment a partvisért, bement a konyhába, és akkor kinyitotta a partvis nyelével a konyhaszekrényt, így beledugta a fülébe, a fogantyúba, és talán ugyanezt csinálta az egyik bögrének a fülével, hogy így beledugta a partvis nyelét, és így elkezdte kihúzogatni a polt szélére, és így nagyon megijedtem, hogy hát le fog esni, vigyázz, és akkor anyu azt mondta, hogy na és van másik. És akkor nekem ez nem adott egy akkora nagy jelentőségi történetet azon kívül, hogy tudtam inni, de aztán amikor őt elvesztettem másfél évvel később, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy mennyi mindent kaptam tőle, és hogy ő tényleg inkább tettekkel tanított, és nem is annyi a szavakkal. És ez a történet arra tanított meg, hogyha a legelején bármire is azt mondom, hogy mindegy, hagyjuk, akkor biztos, hogy nem sikerül, mert még az esélyét sem adom meg, viszont ha neki megyek és azt mondom, hogy megpróbálom, akkor sem biztos, hogy elsőre sikerül, de azt mondta, hogy na és van másik.
hogy van másik lehetősége. Jó, akkor a bögré leértette, de ezt én átvittétlenbe azt gondolom, hogy minden leérthető. Hozleiter Fanninak mindenre van egy pozitív gondolata. Többek között ezért is szereti és támogatja őt számtalan követője, rajongója, ismerőse, barátai és családja. A 29 éves szeretettel teli lány embert próbáló kitartásával és lehetetlent nem ismerő küzdeni akarásával nem hiába egy ország példaképe. Ez az igazi kincs. A most. Az, ha dobogni képes a szív és táncolni a lélek.